Üdvözlöm nézőinket! Pénteki napszemlénket látják. Előbb lássuk röviden a fontosabb témákat, majd maradjanak velünk a részletekre is. Felbontja a Gyergyószentmiklósi önkormányzat a Gyilkostónál birtokolt területek tartós bérbeadására vonatkozó szerződést a Monturisztal. Egyre másra jelentik be pártok és független jelöltek indulási szándékukat a helyhatósági választáson. Második alkalommal szervezett turizmus földrajzversenyt középiskolásoknak a BVT Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozata. Felbontja a Gyergyószentmiklósi önkormányzat a Gyilkostónál birtokolt területek tartós bérbeadására vonatkozó szerződést a Monturisztal. Döntötte el csütörtökön délután a tanácstestület. Egy társulás létrehozásáról is voksoltak, ez a térség közszállításának lesz a gazdája. Gyerbusz néven hoz létre közös fejlesztési társulást a Gyergyószentmiklós, Gyergyóújfalu, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva és Gyergyószárhegy önkormányzata. Közösen pályáztak elektromos autóbuszok beszerzésére, amelyekkel a térségben megoldanák a közszállítást. Ezek várhatóan jövő év végére már meg lesznek vásárolva. A Gyergyószentmiklósi székhelyű társulás a későbbiekben dönt majd arról, milyen módon üzemelteti majd a járműveket. Egyelőre a bejegyzés az elsődleges, hangzott el. Fontos téma volt a tanácsülésen egy 2003-ban kötött koncessziós szerződés felbontása is. Ezzel adta a Monturiszt használatába a gyilkostói területeit Gyergyószentmiklós vezetése. Amint Bajkó László, a tervezet beterjesztője elmondta az ülésen, ha a területekkel a város gazdálkodhat, az évi 150-200 ezer eurós bevételt jelenthetne. Az elmúlt 21 évben azonban egyetlen lejnyi hasznot sem látott a város a területekből. Amint Bajkó kiemelte, a Városháza jogi irodája által leírt részletes szakvélemény is megerősíti, hogy a szerződés nem felel meg a jogi követelményeknek. A tervezetet egyetlen ellenszavazattal fogadta el a testület. Az ülés után Bajkó ismertette a sajtóval a következő lépéseket. A polgármesternek kell elindítania az eljárást a szerződésbontásra vonatkozóan. Ha erre nem lesz hajlandó, 30 nap után írásban figyelmezteti. Ha az sem használ majd, maga pereli be az elöljárót annak érdekében, hogy a bíróság kötelezze a határozat életbe léptetésére. Gyakorlatilag úgy kaphatjuk vissza a területeinket, ahogy minket megillet, tehát ingyen, kártérítések fizetése nélkül, alkuk nélkül, fogalmazott Bajkó, s arra is rámutatott, a Monturiszt létét ez nem fenyegeti, továbbra is árulhat kürtős kalácsot például. Bajkó egyébként számít rá, hogy a cég is bírósághoz fordul azért, hogy a tanácstestület döntése ne lépjen jogerőre. A tanév rendje szerint a pénteki tanórák után kezdődött, és május 8-áig tart a tavaszi szünidő a romániai iskolákban. A diákok június 21-től lesznek nyári vakáción. A nappali és az esti tagozatos végzősök számára az iskolai év 34 oktatási hétből áll és június 7-én zárul. A nyolcadikosok számára június 14-én ér véget a tanév. A szakközépiskolákban 37 oktatási hétből áll és június 28-án zárul a tanév. Nagy üzem volt ma a Gyergyószentmiklósi választási irodán. Polgármesteri és tanácsosi székre is újabb jelentkezők adták be iratcsomóikat. A PESZEDE-PENELE koalíció is bejelentkezett a helyhatósági választásra Gyergyószentmiklóson. 10 névből álló tanácsos jelölt listával és Kölbjánza Alexandru személyében polgármester jelölttel indulnak az önkormányzati mandátumokért. Ami a gazdasági fejlesztést szeretnénk nagyon megerősíteni, azután a turizmust. Szeretném az infrastruktúrát nagyon megerősíteni, kivinni a város szélre, fiatalokat hazahozni, ingyen területeket adni a fiatalságnak, hogy tudjanak építeni, itthon maradni, külföldi tapasztalataikat hazahozni, itt tenni, céget nyitani. Nagyon sok termünk van. Ez most június 9-én fog eltűnni, hogy ezt majd össze tudjuk-e hozni. De nagyon köszönöm a támogatást is a gyergyószentmiklósi lakósoktól, amelyik majdnem 1900 aláírást erősítettek meg.
Nikuca Nikolaj, a Szocialista Párt gyergyószentmiklósi szervezetének elnöke tanácsos jelöltjeikről elmondta, a Penelével közösen állított lista tartalmas, felelősségteljes személyekből áll, akik a közösség érdekének ajánlják munkájukat. Tárgyaltunk helyi szinten, és sikerült megegyeznünk a szövetségre lépésben, a közös jelölt állításban. Biztosíthatok mindenkit, hogy tanácsosi listánknak súlya van, értékes emberek alkotják. Családbarát, szakmai tapasztalattal rendelkező és társadalmi tiszteletnek örvendő személyek. A Penele helyi elnöke Dobrán Teodor emlékeztetett, két országosan is erős párt jelentkezik együtt a választásra. A közös jelöltek kapcsán kiemelte, tapasztalt személyekből áll a tanácsos lista, a polgármester jelölt pedig fiatal, lendületes. A Penele és a PSD ezúttal közösen indulnak Gyergyószentmiklós fejlesztéséért. Örvendek, hogy komoly csapatunk van, komoly tervekkel, hiszen Gyergyószentmiklósnak komoly fejlődésre van szüksége. Az elmúlt időszak megvalósításai nem elegendőek, először az lesz a dolgunk, hogy újabb projekteket készítsünk a város szépítése, az ismert problémák megoldása terén, a turizmusban az új munkahelyek létesítéséért. Minden problémára van megoldási javaslatunk ezeken a területeken, valamint az egészségügyben és az oktatásban. A romák képviseletére is bejelentkezett két tanácsos jelölt pénteken, Kalusi Popescu Loránt és Sándor Csaba személyében. Szeretnénk képviselni a gyergyői romákot, és hogy fejlesztéseket csináljunk, és besegítsünk, tehát hogy a hangjukat hallhassák. Így szeretnénk én és a társam elindulni, képviselni őket. A következő 4 évben persze, ha van bizalom. A Népi Mozgalom pártja egy személyt jelölt tanácsosi tisztségre, Sajgó Stefania Diánát. Ő a párt megyei elnöke kíséretében adta le iratcsomóját, szintén pénteken. Az idén 6. kiadásához érkező Vibe Fesztivál 2 olyan pályázatot hirdetett meg, amely kifejezetten az erdélyi fiatal tehetségeket szólítja meg, lehetőséget nyújtva nekik az erdélyi nagyközönség előtti bemutatkozásra. Az Epic Music Battle 2018 óta már 16 zenekar és 30 DJ számára biztosított bemutatkozási lehetőséget, idén pedig újabb fiatalokat karol fel. A legjobbaknak ítélt zenekar a főszínpadon, a további 4 zenekar az alternatív színpadon léphet fel, míg 12 DJ a KMDS Black Box, az Arena és az alternatív helyszín színpadán osztozhat. Olvasható a szerzők közleményében. A jelentkezők saját dalokkal és mixekkel pályázhatnak. A legfontosabb kikötés, hogy a versenyben való részvételhez erdélyi lakcímmel vagy származással kell rendelkezni. Harmadszor is függetlenként indul Dangui Ervin, Gyergyószárhegy polgármesteri tisztségéért, jelentette be sajtótájékoztatón. Célja a közösséget összekovácsolni, a község infrastruktúráját építeni, hogy Szárhegy fejlődhessen. Beiktatta a jelöltséghez szükséges iratcsomóját Dangui Ervin, aki 2016 és 2020 után ismét független polgármester jelöltként indul az önkormányzati választáson. Ebben az Erdélyi Magyar Szövetség is támogatja. Elképzeléseiről sajtótájékoztatón számolt be. Azt fogalmaztam meg a sajtótájékoztatóban, hogy azt a víziót szeretném folytatni, amelyet kialakítottunk segédeimmel együtt 16-ban, 20-ban megerősítettük, és most 24-ben ugyanezt szeretnénk folytatni, hogy Szárhegy közösségét úgy tovább összekovácsolni, és olyan értékekre figyelni, amelyek mentén eredményesek, sikeresek lehetnek. Ehhez természetesen hozzájárulnak az infrastruktúrális fejlesztések is, a vállalkozóknak a segítése, befektetőknek az ide csalogatása, és hát nem utolsó szempont a turisták ide csalogatása, a művészetek, a kultúra iránt való érdeklődés felkeltése, ennek támogatása, és ez összben így adhatná meg Szárhegynek azt a különlegességét, amely Gyergyőmedencében egy egyedi jelleggel bír. Mint hangsúlyozta, ehhez szükség van az infrastruktúrális fejlesztésekre. 5 pontban foglalta össze a prioritásokat. Az infrastruktúrális fejlesztések sorában elsőként kezelendő, úgy gondolom a következő 4 évben a területek, a jogtulajdonoknak a visszaállítása, az elrontott parcellázási tervnek az újrakészítése, nagyon fontos szempont, a vízhálózatnak az elindítása, a vízhálózat és szennyvízhálózatnak a bővítése, modernizálása, erre már tettünk is le pályázatot egyébként.
Aztán nagyon fontos, hogy az utcáknak a további modernizálása, projektekkel való hozzásegítése a lakosságnak, hogy kényelmesebben tudjanak közlekedni. A járdák kialakítása is, nem utolsó szempont, a gázhálózatnak a megterveztetése és pályázaton való részvétele. A jelölt köszönetet mondott a szárhegyieknek az eddigi bizalomért, és arra kérte a lakosokat, szavazzanak a folytonosságra, hogy a község a fejlődés útján maradhasson. Én békés kampányt szeretek, én 16-ban is azért indultam függetlenként, mert elég nagy békétlenség volt akkor a közösségben, politikai konfliktusok voltak, amelyek átmentek személyes csatározásokba, ezeket próbáltuk megszüntetni. Én ezt továbbra is így tartom jónak, hasznosnak, hogy békességes kampány legyen, csendes kampány, ahogy szoktuk mi nevezni, semmiképpen nem szeretnék negatív kampányba átcsapni. A szárhegyi ember különleges, érdemes hinni benne, véli Dangúj. Hozzátette, szeretne továbbra is minden szárhegyi polgármestere lenni. Megjegyezte Györfi Gábor jelenlegi alpolgármester, az EMS színeiben indult tanácsos jelöltként, a lista első helyén fog szerepelni. Második alkalommal szervezett turizmusföldrajz versenyt középiskolásoknak a Bábesbolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozata. Azzal a céllal, hogy a tanulók tudásukat gyarapíthassák, megismerkedhessenek a felsőoktatási intézménnyel, annak pedagógusaival és az iskolatársakkal, valamint értékes élményjutalmakba is részesülhessenek. A kétfordulós vetélkedő második tudáspróbáját az egyetemen tartották pénteken. Második alkalommal szerveztek turizmusföldrajzvetélkedőt 9-12-es magyar és román ajkú diákoknak a Bábesbolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán. Ezúttal nem csak Hargita megyei iskolásoknak szólt a verseny, hanem a Kovászna és Maros megyében élő tanulók is benevezhettek. A vetélkedőnek az a célja igazából, hogy felkeltsük a fiatalok, a diákoknak az érdeklődését turizmussal a földrajz iránt, illetve földrajzzal a turizmus iránt. Mindenképp egy hiánypótló vetélkedőről beszélünk, ugye tavaly első alkalommal volt megszervezve, és hát csak Hargita megyére kiterjesztve. Idén a elég nagy érdeklődésnek köszönhetően kiterjesztettük Maros, illetve Kovászna megyékre is, tehát most már regionális vetélkedőről beszélhetünk. Szeretnénk, hogyha a felkészülés alatt egy kicsit a diákok jobban megismernék a szűkebb, tágabb környezetüket, illetve ugye Székelyföld földrajzát, illetve turizmusát, ezáltal picit betekintést nyernének, és hát ugye nem utolsó szempont, hogy megismerjék intézményünket, egyetemünket, és azt a gyönyörű csíkikártyát, ahol elhelyezkedik az intézményünk. A megmérettetés kétfordulós volt. Első körben 13 középiskolából 31 csapat nevezett be mindhárom megyéből. Ők feladatlapokat kaptak, amelyeket kitöltve online kellett visszajuttatniuk a szervezőkhöz. Az első fordulón tovább jutó 5 csapat személyes jelenléttel mérettetett meg. A tanulók több feladatot kaptak, elsőként például be kellett mutatkozzanak, és arról a településről is beszélniük kellett, ahonnan érkeztek. A versenyre érkeztek a gyilkos kalandorok, rettegetek, ha az ellenfeleink vagytok. Kalandra készen, versenyre évek, elménk és testünk mindenre készen. Eszter reményével törünk az élre, gyilkostó a kedvenc helyünk, ott kirándulni, oly nagyon szeretünk. A Szentegyházai Gábor Áron szakközépiskolából, a Sövérelek szakközépiskolából, Gyergyóalfaluból, illetve a Gyergyóhollói szakközépiskolából. Tehát 5 csapat van jelen, és ők mérettetnek meg most a második fordulóban. Igazából a feladatok az első, és hát mindenképp akartunk a tudás mellett, a földrajz, illetve a turizmus ismeretek mellett kreativitásnak is teret adni. Kellett választanak egy turisztikai vonatkozású csapatnevet, melyhez kellett egy logót készítsenek, és ezt verses humoros formában be kellett mutassák. A második feladat az egy kulturális turizmussal kapcsolatos kahutos gyors teszt lesz, tehát gyors kérdések. Erre kell válaszoljanak, illetve van egy vaktérkép, amely domborzati formákat és vízhálózatot kell tudjanak felismerni és megnevezni. A harmadik feladat szintén meg a kreativitásnak ad teret, kellett készíteni egy rövid színdarabot, turizmus kapcsolatos színdarabot, amit be kell, hogy mutassanak máma. A diákok bemutatkozóit, munkáit 5 tagú zsűri értékelte, melynek sorában az egyetemi tanárok mellett a hallgatók is helyet foglaltak. A verseny végén a legjobban teljesítő csapatok élménynyereményekben részesültek. Az első 3 csapat részesült díjazásban a támogatóink jóvoltából.
Az első csapat az egy wellness hétvégét nyerhet a Tusnádfürdei Ózon jó voltából, egy félpanziós wellness hétvégét. A második helyzet egy három órás belépőt, a második csapat egy három órás belépőt a Grand Center Spa-ba, a Bávános Resort jó voltából, illetve a harmadik helyzet egy Szent Anna is egy most tüzeglátum látogatásban részesül, és egy elektromos hajókázásban a Szent Anna tavon, a Poló Szent Anna Egyesület és a Lázár Favi Szent Anna Közbirtokosság jó voltából. Az egyetem a rendezvényre tartalmas programmal készült. A feladatok között az egyetemista életről, az örménységről, a mesterséges intelligenciáról, a biztonságos hegyi túrázásról, illetve a Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozat történetéről is hallhattak előadásokat a résztvevő csapatok. Egyszerűsítette az Európai Parlament a közös agrárpolitika szabályait. Eszerint már idéntől sem vetik környezetvédelmi ellenőrzések alá és szankciók alá a 10 hektár alatti gazdaságokat. A döntés a kisgazdák 65%-át érinti, közöttük nagyon sok erdélyi gazdajavát szolgálja. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóvá hagyta a közös agrárpolitika felülvizsgálatát. Célja az uniós gazdák adminisztratív terheinek csökkentése, illetve nagyobb rugalmasság bizonyos környezetvédelmi feltételeknek való megfelelés tekintetében. Végler Gyula EP képviselő híradónknak elmondta, nagyon fontos egyszerűsítési folyamatról van szó, hiszen az elmúlt időszakban gondot okoztak a gazdáknak az új környezetvédelmi feltételek, amelyek megszabják a parlagon hagyott területek létét és arányát, a rotációt, a zöldítési szabályokat. Mindez óriási bürokráciát feltételez, így az EP rábólintotta az Európai Bizottságnak a gazdatüntetések nyomán megfogalmazott kérésére, hogy sürgősségi eljárásban módosítsák a szabályokat. Winkler Gyula szerint az EP leköszönő mandátumának utolsó plenáris ülésén adott végszavazás, amellyel egyszerűsítik a közös agrárpolitikát, elsősorban a kisgazdáknak szolgál jó hírekkel. A 10 hektár alatti gazdaságoknak nem kell már sem az ellenőrzéseknek alávetniük maguknak, és így nyilvánvaló, hogy a szankciók sincsenek már kilátásban. Ez idén már 2024-ben életbe lép. Ugyanakkor a 9 ökológiai kondicionalitás közül 6-ot rugalmassá tett az Európai Parlamentben elfogadott szabályzat, ami azt jelenti, hogy nem kell, vagy kisebb mértékben kell megfelelni az ökológiai feltételeknek. És ez jó hír, mert hogy eltűnik a bürokrácia, és nem kell annyira merev szabályokat alkalmazni, mint ahogy ez az elmúlt másfél évben történt. Hangsúlyozta, az erdélyi gazdák az uniós átlagnál is nehezebb helyzetben vannak az ukrán mezőgazdasági termékek dömpingje, a háború nyomán felértékelődő élelmiszerbiztonság tükrében, így a bürokrácia csökkentése, illetve az, hogy a támogatások kifizetési feltételeit az előzőhöz hasonlóvá alakítják, igencsak jó hír a hazai gazdáknak. Emlékeztetett, a héten egy másik fontos határozat is született az Európai Parlamentben az ukrán termék dömping kapcsán, de ez csak félmegoldás. A kukorica esetében létezik intervenciós lehetőség, a búza esetében azonban nem. Ugyanakkor jó hír, hogy támogatják a méztermelőket. A közös agrárpolitika felülvizsgálata kapcsán megjegyezte, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a továbbiakban meg kell állapítaniuk az idei határidőket, az, hogy a 2024-es évben mikor lépnek életbe az új szabályok. Hírműsorunkkal egy időben már javában zajlik az a jótékonysági labdarúgó torna, amely által egy gyergyószentmiklósi testvérpárnak, egy 8 éves kislánynak és egy 9 éves kisfiúnak, illetve családjuknak szeretnének segíteni a szervezők. A gyerekeket évekkel ezelőtt elhagyta édesanyjuk, édesapjukkal és beteg nagymamájukkal élnek. A gyergyószentmiklósi Bazilides Tibor sportcsarnokban zajló tornára 10 csapat nevezett. A mérkőzéseket ma estétől szombat késő délutánig folyamatosan játsszák, még éjszaka is. A benevezési díjakat a családnak ajánlják a szervezők, de holnap délutánig várnak minden jó akarót a csarnokba, aki úgy gondolja, hogy lehetősége van és szeretne segíteni. Csütörtök este elkezdődött a 32. Hargita Rally, amelyen 75 versenyző áll starthoz. A romániai csapatokon kívül Magyarországról, Franciaországból, Olaszországból és Bulgáriából is neveztek.
A 32. Hargita Rallin, 119 km a gyorsasági verseny össztávja, az összversenytáv pedig 500 km. Április 26-27 között zajlik a 32. Hargita Rally, melyre már csütörtökön felépítették a szervizparkot Székelyudvarhelyen, a Kossuth Lajos utcában és a II. Rákóczi-Ferenc utca egy részén. Csütörtök délután sajtótájékoztatót tartottak a szervezők a versenyről, majd este 7 órától sor került a 75 versenyző bemutatására. Tehát a mai nap folyamán másfél óra múlva csütörtökön lesz a csapatbemutató a Márton-Áron téren. Itt bemutatjuk a jelentkezett csapatokat, tehát mindenkit méltatunk az eredményei alapján is, és elmondjuk, hogy honnan jött ki az. Holnap kezdődik a tulajdonképpeni verseny, amelyik a Ségdánnal, az úgynevezett Ségdánnal a verseny előtti teszttel kezdődik. Ez Farcádból Székelyudvarhely felé vezető kis 3 kilométeres szakasz. Itt a versenyzőknek lehetősége van az éles verseny előtt még beállítani a futóműveket, és van lehetőség ilyenkor támogatókat, vagy akár vendégeket is beültetni a versenyautóba, és versenykörülményeket szimulálva, vagy versenykörülményeknek megfelelően vinni őket. Utána pedig a versenyzők elmennek az első gyorsasági szakaszra, a Buccini szakaszra, amelyik délután 3 óra után veszi kezdetét. Ez egy majdnem 30 kilométeres szakasz, 29 kilométeres szakasz. Miután ezt teljesítették, akkor átmennek Libánba. Tehát a libáni szakasz teljesítése után akkor visszajönnek Székelyudvarhelyre, szervizparkba, és felsorakoznak a városi gyors szakaszához. Ez a városi gyors, ez holnap este, tehát pénteken este 6:45-7 veszi kezdetét, és miután ezt teljesítették ezek a versenyzők teljesítették ezt a szakaszt is, akkor ebbe befejeződik a pénteki nap. A szombati nap pedig úgy néz ki, hogy Székelyudvarhelyről elmennek Homorodalmásra. A homorodalmási szakasz teljesítése után átmennek Homorod-Szentpárra. Homorod-Szentpár és Karácsonyfalva között lesz ez a második szakasz. A harmadik szakasz pedig Lövétéről föl Kirújfődön keresztül a Megyei út elágazásig. Tehát ez a három szakasz háromszor lesz teljesítve a szombati napon. Este 8 óra után veszi kezdetét a díjkiosztó. A szervezők többszörösen felhívták a figyelmet a biztonságra, tisztes távolságból a kijelölt helyeken javasolt a drukkolás. A rally közösségi média felületein és a weboldalon tájékoztatni fogják a nézőket a kialakított nézői pontok helyszínéről. Most pedig nézzük röviden még egyszer a nap fontosabb témáit. Felbontja a Gyergyószentmiklósi önkormányzat a Gyilkostónál birtokolt területek tartós bérbeadására vonatkozó szerződést a Monturisztal. Egyre másra jelentik be pártok és független jelöltek indulási szándékukat a helyhatósági választáson. Második alkalommal szervezett turizmus-földrajzversenyt középiskolásoknak a BVT-je Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozata. Ez volt a napszemle pénteken, köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! A napszemle bemondóját a Timus Butik öltözteti.